A térképen zölddel és római ötössel jelezték az új sürgősségi betegellátó centrum helyét. A kék és négyes gyermekgyógyászat és a szürke és hatos sebészeti tömb között van az épület. Zöld színű útbaigazító táblát is kitettek, hogy a gyalogosok és az autósok egyaránt megtalálják az új bejáratot. A régi épületből, amely a Szent István út felé nézett, tulajdonképpen 180 fokkal megfordult az épületnek a bejárata. Ennek a szép új épületnek a bejárata tulajdonképpen az STK épületünk felé néz, a Boskai utca felé. Innen tudják megközelíteni a betegek és a hozzátartozók az épületet. Ez ebből kifolyólag nagy közlekedési változásokkal járt a kórház területén. Hordágyon hozza a beteget a mentőápoló. Nem kell várni az idős hölgynek, azonnal viszik a kezelőbe. A változtatás egyik oka éppen az volt, hogy a mentőszolgálat sokkal egyszerűbben és gyorsabban tudja beszállítani a betegeket, mint korábban. Az OMS regionális igazgatója azt mondta, elégedett az új centrummal. Egy irányban jövünk ide, egy irányban távozunk, előtte több parkoló van a mentőknek, felett parkoló van. A bejutásunk egyből a triáspulthoz, az információs pulthoz, a bejutásunk is sokkal egyszerűbb. Ha kritikus állapotú beteg van, akkor egyből be tudunk menni gyakorlatilag a soktalanítóba, onnan az intenzív részlegre. Tehát leegyszerűsödtek, sokkal gyakorlatilasabban váltak az utak is, amelyeket a beteggel be tudunk tenni. Nem kell várnunk minimális időt sem, hogy bejussunk ebbe a soktalanítóba, például ott várnak bennünket már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat, nagyon sokat ugrottunk előre. Nem csak könnyebb megközelíteni az új centrumot, de nagyobb alapterületen is várják a betegeket. Ráadásul nem kell lépcsőzni, mert egy szinten alakították ki a várót és a rendelőket. Ez 3500 négyzetméteres, egyszintes, tehát itt minden olyan elv figyelembe volt véve a tervezés során, hogy a mozgáskorlátozottak is tudják megközelíteni, és a mentőforgalom is minél közelebb kerüljön a főutcákhoz, így a 41-es számú főútról is most már direkt behajtási lehetőség van a mentőforgalom számára. Az utóbbi néhány hétben több részleghelye is változott a József András kórházban. A költözésekről szerdán adnak részletes és összefoglaló tájékoztatást.